Az elmúlt hetekben több jelzés is érkezett a szerkesztőségünkhöz, hogy rendszeresen elönti a talajvíz a csónakázó tavi játszóteret és annak környékét. Az interneten keringő fényképek mellett stábunk ma délelőtti felvételén is jól látható, hogy az olvadó hó is hamarosan problémát fog okozni a parkban a gyerekeknek szánt 1400 négyzetméterű komplexumot egyébként egy horvát-magyar pályázatnak köszönhetően bruttó 80 millió forintból építették, és csak nem két éve, 2019 májusában avatták fel. A belvizakosztal nehézséggel kapcsolatban megkerestük az illetékes szervet, de azt a választ kaptuk, hogy bár ismerik az ügyet, de egyelőre nem nyilatkoznak a témában.